Megbocsáthatatlanul szeretem a földet. Nincs erőm megcsalni egyetlen pontját sem. 20. alkalommal rendezték meg a Mészöly Miklós emléknapot a Tolnai Vármegye székhelyen január 19-én. A szekszárdi származású Kossuth Díjas író 102. születésnapját szavalóversennyel, irodalmi beszélgetésekkel és a nevét viselő díj átadásával tették emlékezetessé idén is. Szekszárdnak azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy olyan fajta alkotókra, olyan fajta művészekre támaszkodjon, és olyan alkotóknak a kultuszát próbálja építeni, akik a minőséget képviselik. És Mészöly Miklós már saját életében is ezt mindenki tudta, hogy ő egy nemzetközileg is számon tartott, és mindenképpen a súlyát tekintve egy oda való alkotó volt, író volt elsősorban. Az, hogy az író ilyen erősen kötődött a szekszárdi tájhoz, a Tolnai Vármegye székely kulturális életében szerepet vállaló emberekre is egyfajta kötelességet ró, tette hozzá a múzeum igazgatója. A kétnapos programot a város önkormányzata, a megyei könyvtár és múzeum, valamint a Mészöly Miklós Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ közösen szervezte meg. 2023-ban Seyfert Natália kapta a Kossuth Díjas íróról elnevezett irodalmi elismerést. Nagyon-nagyon sokat jelent. Nagyon meghatódtam, amikor megtudtam, mert ugye az van, hogy az író az így dolgozik alapvetően mindig, és csak akkor emeli fel a fejét a munkájából, vagy akkor emeli fel egyáltalán a fejét, hogyha így megrázzák a vállát, és ez a díj ez ilyen, hogy mintha valaki megrázta volna a vállamat, hogy emeljem ki a fejem a munkából. És hát soha jobbat, tehát nagyon-nagyon megtisztelő és nagy dolognak gondolom. A díjazottat minden évben a Mészöly Miklós Egyesület elnökségi tagjai választják meg. Ez az egyik legautonómabb díj a hazánkban, hogy aki megkapja, az nem kérdés, hogy mondjuk elfogadja-e, és az, hogy aki Mészöly díjas, most már évekre visszamenően látszik, hogy ők évtizedek múlva is értéket fognak képviselni, és minden választásunk, vagy a kuratórium minden választás az összes Mészöly díjazott szavatolja ezt. A díjátadót a tavaly felavatott Mészöly mellszobor megkoszorúzásával zárták a résztvevők.